Összesen több mint 73 ezer doboz esemény utáni sürgősségi fogamzásgátló gyógyszert váltottak ki a magyarok az elmúlt 2,5 évben. Derült ki Rétvári Bence a belügyminisztérium miniszterhelyettesének írásbeli válaszából, amit a Mi Hazánk képviselője Novák előtt kérdésére adott. Novák az írásbeli kérdésében utalt rá, hogy ma az abortusz vezető halálok, ugyanakkor az elmúlt évtizedek statisztikájából éppen az látszik, hogy az abortuszok száma csökken. Bár az 1000 élve születésre eső 237 abortusszal még mindig az európai középmezőny elején van Magyarország. A G7 által elemzett adatok alapján évek óta stabilan 90% körüli azoknak a nőknek az aránya, akik kitartanak az abortusz mellett mindkét kötelező tanácsadás után. Tavaly ősszel kavart nagy vihart az a belügyminiszteri rendelet, amely az abortuszra készülő nőket arra kötelezi, hogy hallgassák meg a magzat szívhangját. Az intézkedés bevezetése után az volt a tapasztalat, hogy azoknál a nőknél is egyre később kerül sor az abortuszra, akik kitartanak a döntésük mellett. Én nem értem, hogy miért kell a Nemzet halált kiolvasni a 73 ezer doboz esemény utáni sürgősségi fogamzásgátlóból. Én értem, hogy ezek meg nem születő gyermekek, ugyanakkor ezek nem elkapart magzatok, hanem ezek esemény utáni tabletták, amelyek megakadályoznak egy abortuszt. Valójában ez a 73 ezer doboz esemény utáni sürgősségi fogamzásgátló tabletta, ez 73 ezer abortuszt akadályozott meg. Nem úgy kéne erre gondolni, hogy ez 73 ezer gyerek, aki nem született meg, hanem hogy ez 73 ezer magzat, amelyiket nem öltek meg magzati korban, hanem nem, tudod, nem léptek be a magzati korba. De 73 ezer gyerek, aki nem született meg, viszont nem 73 ezer két-három hónapos érzőnek gondolt emberi formát mutató, szinte a szemedbe nézni képes lénynek az elpusztítása. Nem akarom elbagatelizálni. De akkor miért nem számoljuk a gumiószereket? Már bocsássál. Na ez az, hogy a következő lépés ezután a szoba után az, hogy akkor a Mi Hazánk bejön a szobába, és azt mondja, hogy mertek óvszerben szexelni. Az utáni lépés az, hogy ti meg miért nem szexeltek eleget? Mert az az érzésem, hogy itt kétféle ellenérzés van az abortusszal szemben. Az egyik az egy születendő életnek, és már létező életnek a halál elszenvedésével kapcsolatos érzéseit, míg a másik a magyarság felnövesztését és szaporítását tartja szem előtt. Össze lett kapcsolva ez a kettő. Egy TSZ-ben érzem magam ilyenkor, utána az fog jönni, hogy ti szexeltek eleget? Nem? Nincsenek. Hát akkor ti nem vagytok elég magyarok. Egy abortusz, hogy ti nem szexeltek. Miért az esemény utáni sürgősségi fogamzásgátló gyógyszereket számolják? Mert ezt most kiszámolták, hogy 73 ezer. Amit, tudod, hozzá lehet adni a magyar népességhez, meg ki lehet vonni a magyar népességből. De akkor miért nem számolják az amúgy a fogamzásgátló gyógyszereket, amiket a nők szednek, és úgy nem esnek teherbe. Akkor miért nem számolják a vazektómiákat, amelyeknek szintén, sőt, azt föl lehet szorozni a vazektómiát követő összes szexuális aktussal. Akkor miért nem számolják, ugyanennek megfelelően mondom, a gumiószereket? Sőt, miért nem számolják az összes olyan erotikus kapcsolatot, vagy az összes olyan aktust, amelyik nem a kifejezett vaginális közösülés, amiből a gyerek származik, hanem az összes többit, amiből mind-mind-mind nem származik gyerek. Meg azt, amit egyedül csinálnak az emberek. Igen, és akkor ezeket mind-mind-mind hozzá lehetne adni a 73 ezer doboz esemény utáni sürgősségi fogamzásgátló tablettához, és kijönne egy, tudod, 5 milliós szám, és akkor már is elő lehetne adni azt, hogy minden évben 5 millió magyar élet pusztul el. Magyarország már egy 200 milliós nemzet lehetne, hogyha 30 évvel ezelőtt nem engedjük, hogy a földre kerüljön, a kézbe kerüljön, a szájba kerüljön, vagy akárhova máshova kerüljön, mint ahol annak a helye van. Hát igen, minden kis fickó célba érhetne, de nem sikerül. Egyébként havi bontásban ez a 73 ezer doboz
2300 körül van. És azért azt ugye tudjuk, hogy a 72 óra alatt nem biztos, hogy megfogan a gyerek. Tehát azt nem lehet annyira 100%-osan kimutatni még akkor. Az is lehet... ők is úgy számolnak, mintha az évi 30 ezerből 18 ezer lenne az, ahol de miből számoltak tényleg megfogant. Szóval ezek ilyen, rámutattam valamire, és az az érzésem ebből az egész történetből, hogy annak idején a Covid alatt Müller Cecília volt a nagymamánk, a nemzet nagymamája, lett Novák Katalin az anyukánk, aki aztán azt is megmondta, hogy egyedül nem lehet gyereked. Várjál egy picit, majd ha lesz mellé egy faszi, vagy a férfi mellé lesz egy nő, és most anya megmondta nekem, hogy ezt hogy kell csinálni, és kaptam egy apukát is, Novák elődöt, aki még azt is megmondja, hogyha krízis helyzetben vagyok, ami egyébként egy csomó mindenből, nem csak felelőtlenségből, vagy edukálatlanságból alakulhat ki, hanem akármiből, hogy abban a krízis helyzetben mit tegyek, vagy mit ne tegyek, mikor ez, tudjátok, nem protokolláris, hanem az, amikor leül veled beszélgetni a szakértő, és mondja, hogy ez a megfelelő döntés ebben a helyzetben, ha mondjuk, nem tudom, nem vagy még abban az élethelyzetben, nem vagy elég idős hozzá, nem megfelelő a párod, mert mondjuk kétszer kipofozott már otthonról, stb. Stb. Egy csomó mindent el lehetne ezzel kapcsolatban mondani, de nem gondolom, hogy ez az a téma, amiben megint benyomulhatunk a hálószobába, és eldönthetjük a helyet, hogy arra gondolnánk, hogy az a meg nem született gyermek, és még csak nem is lehet gyermekről, meg magzatról beszélni, de hogy az ő sorsa hogyan fog majd alakulni, hogyha még ezt is elveszük, ezt a lehetőséget. Tovább. Vagy igen, vagy a gumiószert. Tovább gondoltam, Varga Judit a nemzet idősebb nővére, és Rász Zsófia a nemzet kishuga. Ugyanilyen módon. Nagyon jó. Én szerintem, ami emögött a retorika mögött, meg emögött a erkölcsdiktátum mögött húzódik, az egy szexuális ellenforradalom valójában, válasz a MeToo-ra, válasz a liberális kurzusnak a hálószobába való benyomulására, most a népnemzeti kurzus is benyomul a hálószobába. A liberális kurzus hálószobájának a kinyomulására. Nem. Akkor arra is. Nem, a liberális kurzus kőkeményen benyomul a hálószobába, meghatározza, hogy mik az etikus szexuális pózok, meghatározza, hogy milyen módon szabad a férfinak viszonyulni a nőhöz, meghatározza, hogy milyen szerződést kell aláírni ahhoz, hogy az ne legyen szexuális erőszak, hogy ahhoz nem az nemet jelent, stb. Tehát ami eleve aknásítja az udvarlást, mert az udvarlás eddig azt jelentette, hogy a nem nem feltétlenül jelent nemet, ér még próbálkozni. Erre jó, jött a feminista kurzus. Nem az aktusra tett fizikai kísérlet, nem csak hanem az aktus, a különböző nem csak az aktusra vonatkozó és érdeklődés. A nem az nemet jelent, az nem azt jelenti, hogy a seggem megfogására vonatkozó nem az nemet jelent, az a randira vonatkozó nem az nemet jelent, a moziba menésre vonatkozó nem az nemet jelent, a fölmehetek-e hozzádra vonatkozó nem az nemet jelent, stb. Stb. Tehát jól érzékelhető, hogy a liberális kurzus benyomult a hálószobába. Ezt a hálószobát eddig a baloldali, meg a liberális világ védte, és azért mértékkel, de a népnemzeti kurzus ostromolta. És most, amikor a népnemzeti kurzus azt látja, hogy a liberális értelmiség, meg a MeToo szekta, meg a feminista kurzus benyomul a hálószobába, és elkezdi szabályozni a hálószobát, úgy is fogalmazhatunk, hogy az osztályharc begyűrűzik a hálószobába, akkor azt mondják, hogy ja, tényleg? Hát akkor jövünk mi is. Akkor mi is megfogalmazzuk a szexualitásra vonatkozó elvárásainkat. A mi elvárásunk pedig nem az, hogy a férfi ne nyomja el a nőt azzal, hogy ráfekszik. A mi elvárásunk az, hogy a szexualitás nem az örömöt szolgálja, nem a kielégülést szolgálja, nem az intimitás elmélyítését szolgálja, hanem a gyereknemzést szolgálja, értem? A gyereknemzést. És mostantól kezdve minden olyan kísérlet, ami a gyereknemzés elkerülésére vonatkozik, akár az orális szex, akár a gumiószer, akár a fogamzásgátló tabletta, mind kicsi abortuszok lesznek, és így fogjuk kezelni. Na mit szóltok? Ti akartátok, ti kezdtétek, hát most egyétek meg, amit főztetek. Hogyha egy kapcsolatból ki kell lépni, és megtörténik a szakítás, akkor általában nem csak azt gyászolják el a felek, ami már megtörtént, hanem azt is, amit még hozzáképzeltünk. Ha mondjuk még nem volt házasság, akkor azt. Ha nem született belőle gyermek, akkor általában azt, ha vágytak erre a felek. Nekem nem volt abortuszom, nincs még gyermekem, és hála Istennek nem éltem át ilyen élményeket, de már a gondolat is triggerel, hogy valami olyasmit veszítsen el egy nő és egy férfi,
ami még a gondolatban született meg, és már úgy megfogalmazódott egy, tudjátok, egy monitoron, vagy az orvosnál, hogy ez most érkezik. És aztán úgy kell dönteni egy nap, teljesen mindegy, hogy most mi miatt, hogy abortálva lesz ez a magzat. Engem egyszerűen kiakaszt az is, hogy előtte meg kell, hogy hallgassa a szívhangját, holott előfordulhat, hogy ő nem vágyik erre. Az is lehet, hogy a férfi kényszeríti, vagy a nőt kényszeríti valaki erre, vagy nem engedhetik meg maguknak, vagy egyszerűen betegség miatt döntenek. Így egy csomó minden lehet, és akkor két konzultáción végig kell csücsülni az egészet. Előfordul egyébként, hogy a pár, vagy a kísérő, vagy családtag, vagy barátok nem is tudnak ott lenni ezzel a hölgyel, akinek ez egy személyes krízise. És aztán két konzultáción folyamatosan elmagyarázzák neki azokat a dolgokat, amiről egyébként valószínűleg már tud, önmagában is borzasztóan fájdalmas, és aztán az utolsó alkalommal, gyere akkor, hallgassuk meg, hogy milyen a szívhangja ennek a magzatnak, hogy mi támasztja egyébként alá azt, hogy erre nincsen szükség, szerintem, hogy úgy tűnik, hogy az abortusz mellett kitartók ma Magyarországon 89-92%-os arányban még mindig azt mondják az utolsó pillanatban is, hogy hát szeretnék kitartani az abortusz mellett. Tehát, az a nagy dolog, hogy 10%-ot le lehet beszélni róla. Tehát nem amonnan kéne nézni, hogy 90 még mindig kitart, hanem hogy hát van 10%, ami miatt érdemes annak a 100%-nak elmenni arra a tanácsadásra, mert 10%-nak... Menjen el a tanácsadásra, az utolsó funkcióval már nem igazán értek egyet, főleg úgy, hogy a 80-as évektől kezdve a statisztikák azt mutatják, hogy ha akkor volt 80 ezer nő, aki abortuszra ment, most van velőlük 23 ezer, és ezeknek a nagy része 40 év feletti. Tehát azt gondolom, hogy amikor valaki, mert ezt akartam mondani, messziről indítottam, ha valakinek meg kell hozni egy ilyen döntést, nagyon-nagyon nagy százalékban az egy akkora tragédia, egy akkora krízis, hogy nem véletlenül jut el odáig. Hogy ő neki el kell menni a két konzultációra. Tehát valószínűleg már az első konzultáció előtt is tudja azt, hogy lehet, hogy nem is akarja, de meg kell, hogy tegye. Ez szerintem meghurcolása ennek az egész folyamatnak, és mélységesen szomorú vagyok miatta. Én nekem vegyes itt már az álláspontom, azért azt gondolom, hogy az a normális, ha mondjuk én itt ülök, és egyáltalán nem nemzettem utódot, de rendelkezem hímivar sejtekkel, hogy ezeket mi nem gyászoljuk meg. Fel sem merül, hogy élet lenne belőlük a következő 5 percben, vagy 1 évben, hiszen én itt ülök egy szétben. Ugyanakkor 5 év múlva, ha én most nemzenék egy gyereket, és lenne egy 4 éves gyerekem, és az a 4 éves gyerek meghal, abban meg mindannyian egyet értenénk, hogy az tragédia. Ebben a folyamatban, amikor még el se kezdtem, és amikor meghal a 4 éves gyerekem, valahol ebben a folyamatban mindenki átfordítja az érzéseit, és elkezd együtt érezni, igen, és sajnálni. És az a kérdés, hogy hol, és valahol ennek meg kell történnie. És azért azt nem tartom abnormálisnak, hogy egy szívhanggal rendelkező utódképződménnyel kapcsolatban már megtörténik ez az átfordulás az emberek felé. Itt elindult egy értelmetlen, nem is értelmetlen, nem jó kifejezés, értelemellenes licit. Tudod, az abortuszból indultunk ki, de hát ott van áldozat, ott van egy magzat, amelyik élni akar, amelyik kapálózik, hogy élhessen. És tudod, letépik a fejét, letépik a végtagjait, aztán kiszippantják. Nagyon más a helyzet. A pofám leszakad, hogy itt a 73 ezer doboz esemény utáni tablettával dobálóznak, és úgy csinálnak, tudod, mint hogy az már... 72 órán belül használható. De tudod, a pofám leszakad komolyan. Hát itt nincsen senki és semmiféle áldozat. Itt az egyetlen áldozat az a Novák Előd, akinek a nemzete az most 73 ezer fővel csekélyebb. Hát elvileg az esemény utáni tabletta az arról szól, hogy még a sejtosztódás előtt kilöki a petét. Mielőtt a sejtek, mielőtt az a pete elkezdene osztódni. Még nemhogy zigótáról nem beszélhetünk, még sejtosztódás sincsen. Meg 2600 dobozról van szó, per hónap, az tényleg olyan nagyon sok? Az szerintem egy is sok, ha arról van szó, csak hogy nincs arról szó. Minél inkább eltávolodunk a Robi által elég grafikusan megfestett élőlénynek az elhajtásától, idáig, hogy gyakorlatilag a fogantatás pillanatáról beszélünk, annál inkább megkérdőjelezem, hogy ez tényleg egy etikai megfontolás-e a mi hazánkosoknak a fejében.
Egyébként... Nem, ez egy identitás kampány valójában. Hmm. Valójában nem a gyerekekről szól, meg nem a magzatokról szól, hanem arról szól, hogy nyomuljunk be mi is a hálószobába, korlátozzuk mi is az egyén szexualitását, mert most a korszellem erre felé tart. Ezt de akkor diktálja. Takarodjanak ki a hálószobából, és egyébként ez gyengíti az eddigi álláspontjukat szerintem. Hát igen, és tudod, relativizálják, mert ezzel relativizálják az abortuszt. Aha. Valójában. Valójában arról van szó, hogy az abortusz az tényleg magzatgyilkosság. Ez meg tényleg nem az. Amikor összemossák, tudod, összemossák az esemény utáni tablettával az abortuszt, és úgy azt a retorikát, ami az... Olyan, mint azt mondanák, hogy nincs különbség a kettő között. Azt a retorikát, amit az abortusz érdemel, azt most ők az esemény utáni fogamzásgátló tablettára alkalmazzák, azzal gyakorlatilag elérvénytelenítik már az abortusszal szembeni érvelést, vagy erkölcsi álláspontot, ami pedig érvényes lenne. Tehát nem arról van szó, hogy az abortuszt is felejtsük el. Tök mindegy, hogy az a gyerek betegen fog megszületni. Nem arról van szó. Magyarországon hiába van nemzeti radikális uralom. Magyarországon ez nem egy igazi nemzeti radikális uralom. Nem olyan, mint a lengyeleké. Azok ott tényleg korlátozzák az abortuszt. Ott meg kell szülnöd a fogyatékos magzatot is. Értem, mert azok rendes vallási fanatikusok, rendes vallási keresztény fundamentalisták. Ezzel szemben Magyarországon ez az egész egy szerepjáték. Hát Magyarországon az abortusz full legális, mert Orbán Viktor megmérte, hogy ez egy népszerű intézkedése, kiderült, hogy a magyarok szeretik az abortuszt, élvezik az abortuszt. Jó, nem annyira élvezik, de az nekik nagyon jó, hogy van a pakliban még egy, tudod, joker, amit még elő lehet húzni akármikor, bármi is történjen. Az abortusz azért ott van. Ott van, mint egy lehetőség a leges-leges legutáni alkalomra. És tudod, pont azért, mert ott van az abortusz, mint egy lehetőség. Miért kéne igazán komolyan venni a fogamzásgátlást? Tudod, miért kéne igazán komolyan, miért kéne felnőni a szexhez? Miért kéne felnőni a termékenységhez? Miért kéne elsajátítani azt a felnőttséget, az azzal járó felelősséget, hogy hát az most nagyon jó, de akkor most húzd ki egy kicsit. Tudom, hogy az most nem annyira nagyon jó, hogy most ezt ki kell húzni, de a felnőtt ember az most lemond egy kis csekély élvezetről, annak érdekében, hogy ne kelljen a magzatát később meggyilkolnia. És aki ezt megérti, tudod, nem tini módjára szexel többé. Nem úgy, nagyon jó, most mit csináljunk, hát olyan jó volt, hát mit kellett volna csinálnom, hát nem lehetett abba hagyni. De abba lehetett volna hagyni, csak neked nem sikerült, mert egy kölyök vagy, nem pedig egy férfi. Ha ennyire nem tendencia itthon a felelősségvállalása, hogy most lefestetted, akkor mivel magyarázzuk az elmúlt 20-30-40 évben a csökkenő tendenciát? A csökkenő számot tudjuk magyarázni, egyébként is csökken a számunk, persze. Bocsánat, nem ilyen ütemben, tehát azért egyre kevesebben majdnem mennek el a negyedére csökkent a 80-as évek óta, vagy ha úgy tetszik, akkor a harmadánál is kisebbre a 1990 óta az éves abortuszoknak a száma, mi meg azért nem csökkentünk a harmadunkra, tehát itt tényleg van egy ilyen tendencia. Hát én azt gondolom, hogy még az is előfordulhat, hogy mindenki klímaszorongó lett, és nem akarunk gyereket. De nem a klíma miatt. A klíma miatt nem akarunk gyereket. Hanem elsősorban azért nem akarunk gyereket, mert a gyerekkel... Politikai klíma miatt. A gyerekkel, nem, még csak nem is a miatt. Mert a gyerekkel azzal nagyon sok a gond. És persze van benne egy csomó öröm, de tudod, a bánat egy nagy óceán, az öröm az óceán kis gyöngye. Talán mire felhozom, össze is töröm, írta a Petőfi Sándor. Na hát így vannak az emberek a gyerekvállalással. Egy hatalmas óceánnyi gond, és az alján van egy gyöngy. Elméletileg föl lehet hozni azt a gyöngyöt, nagyon sokaknak sikerült, de tényleg kell ez nekem? Igen, a japánoknál van most ez a helyzet, ami nagyon szorongató, ugye egy előregedő társadalom van, és ott is kutatták, hogy vajon miért nem születik elég gyermek. Maga az, hogy az abortuszok csökkennek, ez már mutathatja azt, hogy esetleg a hajlandóságunk is csökken a gyerekvállalásra, vagy a nagyobb családalapításra. Ebben lehet egy ilyen egójáték, hogy nem akarom még feladni magam, még tart a karrierem, meg egyébként is még így vagyok független, vagy még el tudunk menni nyaralni nyugodtan, és akkor úgy nagyon nehezen tudja elképzelni a modern kor gyermekkel szerintem, hogy ő is... Sokaktól hallom egyébként, akik már gyereket vállaltak, és ilyen korosztályon beliek, hogy
még én sem nőttem fel, de hát majd lesz valami. Na, ők vállalnak még gyereket, aki pedig azt mondja, hogy még nem nőttem fel, nem szeretném ezt rátenni egy gyerekre, ők pedig már a nagyon felvilágosult kategóriába tartoznak, akik már előre gondolkodnak, hogy azt, annak a gyereknek én nem akarom azzal tönkretenni az életét, hogy én nem vagyok erre készen. Mindenki ilyen úgy, ahogy Novák előd. Mert az úgy a helyes. Mert az úgy az erkölcsös. Aki máshogy él, mint a Novák előd, annak hát meg kéne változnia. Novák elődé kéne válnia. Hát annak tudod, ahány aktus, annyi terhesség. Ez így az erkölcsös, ez így a helyes. Novák előd nem akar különb lenni, mint a többi magyar. A Novák előd azt szeretné, hogyha az egész magyarság annyira kifogástalanul állna hozzá a szexhez, a családhoz, a nemzethez, mint ő. Föl akarja növeszteni önmagához, ahhoz arra a talapzatra, arra a nagyon magas nívóra az egész magyarságot, ahol ő áll. Hát ezek ne dobáljanak be gyógyszereket, meg ne védekezzenek. Hát mire védekeznek? Eleve, tudod, a védekezés megbélyegzése abortusz számba vétele. Mi a feladat? Az, hogy egyféleképpen, ha sokféleképpen lehetne erkölcsösen élni, akkor Novák előd is sokféleképpen élne. De nem lehet. Úgy lehet jól és helyesen élni, ahogy Novák előd él. Éljen mindenki úgy, ahogy Novák előd él, akkor lehet magyar. Ha meg nem úgy él, akkor meg takarodjon el innen, mert nem magyar. Ez se az, ami neki épp az ínyére való, vagy kedves, vagy ezt könnyű csinálnia, hanem ez a helyes? Ő se kérte, hanem ő teljesíti. Jaj, Novák előd nagyon boldog előjárom lenne, hogyha csak magának élhetne, nem kéne a nemzetnek élnie, de hát a nemzet nem válik magától Novákká. Novákká kell növesztenie. Nem, mert példaképek nélkül hogyan? Én tud, írásban nem tudnám ezt megemészteni, kell, hogy előadás is legyen hozzá, és hál' Istennek van. Amúgy én azt gondolnám, hogy az embereknek egy jó része tartalékban tart otthon esemény utáni tablettát. Márpedig ez vényköteles, és akkor írják fel, ha nagyon jó eséllyel egyrészt nem, nincs az illetőre nézve mellékhatása, másrészt nagyon valószínű, hogy teherbe esett, vagy hát erős, vagy kevésbé erős gyanúra alapozva írják fel. Na de hát ez pont amennyire észrevehetetlen és kimutathatatlan abban a 72 órában, úgy azt mondok, amit akarok, tehát annak ellenére, hogy azt kell mondanom, hogy már megtörtént az aktus, és akkor írja fel az orvos a gyógyszert, én ezt mondhatom akármikor, majd elteszem a szekrénybe, mert ki tudja, mikor lesz rá nekem szükségem, vagy egy barátomnak. Tehát én azért tartom az álláspontomat, hogy az évi 30 ezer tablettának egy része szekrénybe kerül, a bevett tablettáknak egy része pedig nem tudjuk, hogy fogamtatást akadályoz meg, vagy von vissza, vagy pedig egyáltalán nem, mint ahogy nem tudunk rengeteg olyan fogamzásról, vagy amely aztán napokkal később felszívódik. Tehát, hogy rengetegszer van olyan, hogy észre se veszi, megjön a következő havi rendszeres vérzése a tisztelt hölgynek. Anélkül, hogy bármilyen gyanúja lett volna, hogy egyébként, nem tudom, öt napon keresztül egyébként elindult egy folyamat, csak aztán végül is nem lett belőle semmi. Én zárójelben csak annyit tennék hozzá, hogy amikor a hölgy, akinek megjött a havia, vagy nem jött meg, pont hogy nem jött meg, és felhívja az orvost ugye 72 órán belül, hogy történt ez az incidens, akkor az orvos azt minden esetben nagyon-nagyon átgondolja, hogy felírja azt a gyógyszert, ugyanis... Nem nagyon egészséges. Egy randalírozás végez a szervezetben. Az egy akkora hormonlöketet ad a női szervezetnek, ami nem tesz neki jót semmiképp. Tehát ez egy vészmegoldás valójában. De tudod, egy abortuszt kerülünk el vele, nem egy gyereket. Így van, de ezzel csak azt akartam mondani. De ennyire nem fáj az abortusz Novák elődnek különös módon. Annyira nem fáj az abortusz, hogy az azt elkerülő, az azt megakadályozó gyógyszer ellen ne hergeljen. Igen. Hogy azért nem, tehát hogy nem hobbiból kapkodják be ezt a lányok, megintézik a párok, hogy megkapják ezt a tablettet, lezárva a gondolatot. De Novák előddel, akkor megkaptam a mindig is vágyott apukát, pedig nekem nincs rossz faterom. Az összes olyan téma, amit meg kell beszélni kamaszkorban, tudjátok, mit csinálj, ha rátámadnak, hogy állj ki magadért, mi van, hogyha baleset van a fiúddal. Az most így szerintem kidobhatjuk a kukába, és akkor kezdjük előről.
esetleg Facebookon kommentekbe rakjátok össze akkor a nemzet családfáját, hogy ki az nemzet már is szomszédja, macskák, kutyák, csótányok is lehetnek benne, egy-egy hely ezek közül már esetleg foglalt, és akkor akinek van kedve a végén le is rajzolhatja. Köszönjük szépen!